hazai élelmiszervizsgálat történetének kezdetét a céllevelekből ismerjük. 1376-ból való a pozsonyi mészárosok rendszabálya, amely előírta, hogy csak friss húst lehet árusítani, borsókásat nem, hogy vidékről csak egész vagy fél maraha vihető a városba, és hogy a vasárnap megmaradt áru a következő héten már nem árusítható. Ma a biztonságos élelmiszer forgalomba hozatala és elfogyasztása az élelmiszerszektor, az élelmiszer ellenőrző hatóságok és a fogyasztók közös felelőssége. Az élelmiszervizsgáló ellenőrzi a nyersanyagok, félkész és késztermékek minőségét, ehhez különféle teszteket, méréseket, vizsgálatokat végez. Tevékenységét dokumentálja, majd ez alapján megállapítja, hogy a vizsgált élelmiszer fogyasztásra alkalmas-e. Az ő feladata ellenőrizni az élelmiszerek összetételét és eltarthatóságát is. Élelmiszervizsgálók dolgoznak a különböző állami ellenőrző szervek, illetve magánkézben lévő cégek laboratóriumaiban. Munkája mérnöki feladat, melynek során laboratóriumi vizsgálatok végzésével az élelmiszerek fizikai és kémiai tulajdonságait, összetételét határozza meg. Először megtervezi a mérési folyamatot és előkészíti a munkaterületet. Megbizonyosodik arról, hogy a méréshez szükséges steril körülmények megvannak-e. Azután mintát vesz. A vizsgált élelmiszer egy részét elkülöníti, a mintát pedig különböző hatásoknak teszi ki, laboratóriumi méréseket végez rajtuk, a kapott adatokat dokumentálja. Ezután szakvéleményt ad a mintáról. Ha szükséges, felveszi a kapcsolatot az illetékes hivatali szervek képviselőivel. Ebben a laborban genetikailag módosított növények kimutatásával foglalkozunk, főleg élelmiszerből. A folyamatnak egy alapvető eszköze a spektrofotométer, amivel a mintából kivont DNS-nek a mennyiségét és minőségét határozzuk meg. Ez alapvető abból a szempontból, hogy a mérést el tudjuk-e végezni, vagy sem. A műszer legnagyobb erőnye, hogy nagyon gyors és egyszerű ez a mérés. Egyetlen egy cseppet kell a műszernek a mérőfejére cseppenteni, és azonnal megmutatja ezeket a mért jellemzőket, a DNS tartalmat és a tisztaságot. Munkája során elsősorban a vizsgált élelmiszerek analizálásához szükséges eszközöket, berendezéseket használja, például mikroszkópot, különféle mérőeszközöket, fagyasztó és hűtőszekrényeket, a műszeres analitika eszközeit, sterilizáló berendezéseket. Vizsgálati eredményeit irodai eszközökkel és számítógép segítségével dokumentálja. Az élelmiszervizsgáló munkájához mindenképpen szükséges felelősségtudat, hiszen az emberek egészségének védelméről van szó. Figyelem a számításokhoz, mérésekhez és az eredmények értékeléséhez, valamint szövegértés az alapanyagok és az elemzések megértéséhez. Elsősorban egyedül végzi munkáját, mely önállóságot igényel, az eszközök kezeléséhez pedig technológiai, műszaki kompetencia szükséges. Ezen a pályán 10 éve vagyok, de 40 éve dolgozom ehhez kapcsolódó területeken. Aki ezt a pályát választja, nagyon kell szeretnie a kémiát, kell szeretnie emberekkel bánni, át kell érezni az embereknek a kíváncsiságát és a élelmiszerekkel kapcsolatos félelmét. Munkáját jellemzően az analitikai és mikrobiológiai laboratóriumban vagy az irodában végzi. Rendszeresen megfordul az ellenőrzött anyagok raktárában is. Normál munkarendszerinti munkaidőben dolgozik hétfőtől péntekig napi 8 órában. Előfordulhat több műszakos, hétvégi munkavégzés is. Munkája szellemi tevékenység, melyet könnyű fizikai munka is kísérhet. Pszichikai nehézség számára a monoton munkavégzés. Ártalmakat jelentenek a vizsgálathoz használt vegyi anyagok, az üzemi munkakörnyezet zaja és a laboratóriumban előforduló gőzös, gázos levegő. Az üzemi munkakörnyezet baleset veszélyes lehet. Az élelmiszervizsgálói munkakör egészségügyi követelményei az épp végtagok a mérések elvégzéséhez és a jó látás a minták analizálásához, a mikroszkópos vizsgálatokhoz. Ezen a pályán nagyon megtaláltam a számításomat. Az utóbbi 10 évben, amióta itt dolgozom, igazából olyan nekem ez, mint a zenésznek az örömzenélés. Amit az életem folyamán tanultam, arra így gyakorlatilag mindenre szükség van, és nagyon kellemes élmények értek, amikre nem is gondoltam korábban. Szakmai sikernek említeném talán az európai referencialaborokkal kapcsolatos hálózatot, aminek része vagyunk, mint nemzeti referencialabor. Ennek kapcsán minden évben kétszer munkaértekezeten veszünk részt, amit az európai referencialabor tart. Ezek a laborok minden alkalommal jártassági körvizsgálatot szerveznek, amin a részvétel kötelező, és az ezen való megfelelés azt hiszem, hogy bizonyítja a munkánkat.
A leendő élelmiszervizsgáló számára elsősorban a természettudományos tárgyakban való jártasság szükséges, főleg a biológiában, a kémiában és a fizikában. A munkakör betöltéséhez elsősorban az élelmiszermérnöki szakképzettség szükséges, de ellátható az élelmiszeripari analitikus technikus szakképesítéssel is. Az élelmiszermérnöki szak megkezdésének feltétele az érettségi bizonyítvány megszerzése, alkalmassági vizsga nincs. A tanulmányi idő 7 év. A végzősök széles területen tudják kamatoztatni tudásukat, elsősorban az élelmiszeripari termelő cégeknél. De elhelyezkedhetnek az élelmiszeriparban a kutatás, tervezés területén is. Szakmai tapasztalatszerzés után lehetőségük van az élelmiszeripari üzemmérnök, a termelés irányító és az élelmiszeripari technológus munkakörökben dolgozni. Akik szeretnének a szakterületen mélyebb tudást szerezni, lehetőségük van a mesterfokozat megszerzésére is. Rokon foglalkozás a minőségbiztosítási mérnök, valamint az élelmiszeripari technikus. Az élelmiszervizsgáló havi bruttó keresete 210 és 270 ezer forint között mozog, a szakmai tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató földrajzi elhelyezkedésétől függően. Az agrármérnöki pályán ez az egyik legjobban fizetett foglalkozás. Mivel az uniós és a hazai szabályozás egyre nagyobb hangsúlyt fektet az élelmiszerbiztonságra, a szakma iránti kereslet várhatóan a jövőben is magas lesz. Azoknak ajánlom ezt a pályát, akik szeretik a kémiát, akik szeretnek laborba dolgozni, és akik tudnak másokkal együtt dolgozni, és szívesen dolgoznak másokkal együtt. Azoknak ajánlanám ezt a pályát, akikben mindenképpen megvan a tudományos érdeklődés és a tanulni vágyás, mert az élelmiszervizsgálatok területe egy igencsak dinamikusan változó terület. Mindig kell újat tanulni ahhoz, hogy jól tudjuk csinálni azt, amit csinálunk. Emiatt talán egy kis rugalmasságra is szükség van, meg hát kitartásra a néha hosszú és monoton munkafolyamatokhoz. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.